A zsidóság 300 éves múltra tekint vissza a dél-szerbiai Novi Pazarban, de ebből mára csak ez a temető maradt. 1942-ben jöttek a nácik, és néhány nap alatt deportálták mind a 221 zsidó lakost. Hitler haláltáboraiból alig tért vissza valaki. A háború után a temetőt benőtték a növények, az itt élők megfeledkeztek róla. Fahrudin Kladnicsánin ezt nem találta helyén valónak. Civil szervezetet alapított, hogy helyreállítsa a temetőt. Évente egyszer történelmi előadásokat tartanak itt, és istentisztelettel emlékeznek a Soá áldozataira. A sírkövek 70%-át teljesen benőtte a fű, és betemette a föld. A legtöbb sír teljesen tönkrement. ment. A fiatal korosztály még most sincs tisztában azzal, hogy 1942-ig zsidók is éltek a városban. A temető helyreállításában a város és a muszlim polgármester segített. Novi Pazar délnyugat-szerbia politikai és gazdasági központja és híres etnikai sokszínűségéről. A 120 ezer lakos többsége muzulmán bosnyák de élnek itt még szerbek, románok, goránok, albánok és más kisebb etnikai csoportok. A Novi Pazárban élő zsidókról az első feljegyzés 1776-ból származik, de valószínűleg már ennél korábban is éltek zsidók a városban. A régi bazár főleg az ékszerészeiről és aranyműveseiről volt híres. Recep történelemtanár, történelem és szenvedélyes aranyműves. A mesterséget autodidakta módon sajátította el többek között azért, hogy a város zsidó közösségének emlékét életben tartsa. A zsidókat a koszovói Mitrovicában gyűjtötték össze. Onnan deportálták őket a belgrádi Szájmiste koncentrációs táborba, ahol a legtöbbjük meghalt. Fáhrudin Kladnicsánin Belgrádba utazik találkozik Mentó Mentovicsal, a zsidó közösség egyik tagjával, aki Novi Pazárban született és ott is nőtt fel, de a szerb fővárosba költözött, amikor egyetemista lett. Ő az egyik társszerzője a Novi Pazári zsidókról szóló könyvnek. Apja azon kevesek egyike volt, aki túlélte a népírtást és visszatért a koncentrációs táborból. A temető helyreállítása Mentónak is szívügye. A temető, amelyet most felújítunk, természetesen nem fog aktív temetőként működni, mivel már senkit nem temetnek oda. Inkább egy kulturális emlékmű lesz, amely jól illeszkedik majd a város környezetébe. Novi Pazán zsidó közösségének már alig van látható nyoma. Ezért is fontos az áldozatokra való emlékezés, főleg a város jövője szempontjából, hiszen Novi Pazár kulturálisan sokszínű maradt a Balkáni háború évei és az etnikai megosztottság ellenére is.